Tisztelt kollégák, kicsit talán a cím provokatív, de szándékosan fogalmaztam így a címadáskor. Valóban esély a második esély, egy második esély típusú projekt utánkövetéséről van szó, ezt szeretném bemutatni. A projekt, ez a Vásáros-Neményi kistérségben valósult meg 2005 és 2008 között. Ugye ez a Beregi kistérség, Vásáros-Neményi kistérség. Tudjuk, érdekes a történet, Beregi részt érinti, de gyakorlatilag a kistérség központ éppen Beregen kívül, Tiszán erről van, ugye ez egy sajátos helyzet. Egyetlen település van tulajdonképpen Beregen kívül. Ezzel együtt egy apró falvas térség, ugye azért Csaroda, Tálkos, leginkább ezeket ismerhetjük, vagy a Bereg-Daróci hétcsillagos szálloda. Tulajdonképpen én úgy kerültem kapcsolatba a projekttel, hogy 9 hónapig ennek a projektnek a szakmai vezetője lettem 2007-ben, tehát egy köztes időszakban, illetve inkább a végén voltam szakmai vezetője, viszont nem én fejeztem be a projektnek a vezetését. A projekt gazdával voltak nézeteltéréseink, és aztán megköszöntem a lehetőséget és a munkát. És azt is szeretném előre bocsátani, hogy a projektet nem én írtam, nem én dolgoztam ki. Hozzáteszem, nagy forrásokról volt szó. Ugye az IQUEL projekt a 2004 után induló források között jelentős büdzsével rendelkezett, és az országban volt néhány, hogy így mondjam, kirakat projekt, hát közülük ez volt többek között a Vásáros-Nemény is. Én azt gondolom, hogy a projekt és a pályázat az nagyon szakmailag nagyon megalapozott, színvonalasan elkészített. Talán a szakma választással vannak némi fenntartásaim, de ezt majd mindjárt az előadás közben említem. Látható, hogy a forrás az egy jelentős összeg. Ugye itt arról van szó, hogy egy iskolát hozott létre a Vásáros-Neményi Önkormányzat, Hetefehércsén, ez a Beregi kistérségben van, és tulajdonképpen minden feltétel, minden körülmény adott volt, hogy a kiválasztott fiatalok tanulhassanak és fejlődhessenek. A kiválasztási folyamat is nagyon alaposan elő volt készítve, hiszen családlátogatások, településvizitek voltak, és szakmai stáb készített interjúkat a roma kisebbség vezetők segítségével, és a 30 fiatal mindegyik 18-25 év közötti korosztályból ugye rekrutálódott, tehát fiatal felnőttekről van szó, tehát ez egyértelműen egy iskolarendszeren kívüli felnőtt képzésnek minősül, azzal együtt, hogy tulajdonképpen a cél valahol egy iskola létrehozása és alapítása volt, és remélhetőleg fönntartása. 10-11 településről érkeztek a fiatalok, tehát nem Vásáros-Neményből, és nem csak egy településre, több településre érkeztek. 3 OK és szakma közül választhattak. Kertész, kereskedő, vendéglátó. Hát igen, ez kérdés, hogy megalapozottak voltak ezek a szakmák vajon. Ez ugye például a vendéglátó Gergely ugornyára alapozva fogalmazódott meg, de hát igazából tulajdonképpen azt gondolom, hogy a vendéglátó volt legkevésbé indokolt, és talán más olyan munkaerőpiacon hasznosítható szakmát is lehetett volna alkalmazni, amelyben valós igény volt, vagy a kistérségben, vagy akár a megyében. A projektnek számos szakmai eleme volt itt, amit ezen a dián felsorolok, az a képzési elemek, tehát ugye a 3 OK-s képzés, ECDL jogosítványt kaptak, B-kategóriás jogosítványt, angol nyelvet tanulhattak, ez egy választható elemként került a projektbe, és nagyon érdekes volt, hogy tehát ez nem kötelező óra volt, és persze az elején nagyon motiváltak voltak a fiatalok, aztán amikor már yes, meg okén túl másról is, hogy I am, és egy kicsit ugye nyelvtan, grammatika előtérbe került, akkor lemorzsolódtak, és tulajdonképpen 5-6 fiatal tartott ki, kb. 2 hónapig, aztán ők sem folytatták ezt, ez egy lehetőség volt, és nagyon fontos megemlíteni, hogy 3 jelentős volumenű beruházás valósult meg a 3 szakmához kapcsolódóan. Az egyik a Beregi Bolt, a Vásáros-Neményben található Túrinform iroda átkerült ebbe az úgynevezett Beregi Boltba, tehát Túrinform iroda és Beregi Bolt, a Beregi termékek, ugye a szilva, pálinka, Beregi szőttest, úti térképek, stb. Tehát egy Túrinform iroda volt, tehát ez volt az egyik beruházás, ugye ez a vendéglátó szakmához kapcsolódott.
illetve a kereskedőhöz, mert hogy ott árusítás is folyt. Aztán egy nagy fóliasátor, vagy fóliasátor, vagy végig is nem üvegház épült föl, körülbelül, hát nagyságra nem tudom, négyzetméter, de körülbelül mint ez a kápolna, vagy még nagyobb. És a harmadik beruházás pedig egy mobil, olyan árusító hely, amelyet Gergely-Ugonyára vittek le a turista időszakban, tehát ilyen fa bódék készültek, elárusítóhelyek, 5 darab, ilyen nagyon igényesen, tehát tulajdonképpen beruházás is megvalósult, és tulajdonképpen ez nagyon, azt gondolom, szinkronban történt. A képzési elemek mellett számos szolgáltatáshoz jutottak a fiatalok, megértés biztosító képzési támogatás, ami 2100 forint volt, tehát gyakorlatilag amellett, hogy iskolába jártak, szakmát tanultak, havi szinten 40 ezer forinthoz is juthattak. Jogosítvány, ugye említettem, angol nyelv, ECDL, tréningek, családi napokat szerveztünk, kirándulások, ezek hazai kirándulások voltak, illetve nemzetköziek is. Egy holland út volt egy második esély iskolába, illetve egy franciaországi nagy ITUSZI találkozó, ez a ITUSZI, ez az európai második esély iskola hálózat, és a franciaországi út gyakorlatilag az, abban mindenki részt vett. Bentlakást is megoldotta a projekt, tehát azok a fiatalok, akik bármilyen ok miatt, akár szociális családi problémák, pénzügyi és egyéb problémák miatt indokoltnak tartották a bentlakás biztosítását, ez megoldott volt. Óvodát biztosította a projekt, napi egyszeri étkezés, az egy ebéd volt, és autóbuszos szállítással oldották meg azon tanulók logisztikáját, akik nem bent laktak. Körülbelül a 15-en laktak bent, és 15-en pedig napi szinten ingáztak az iskola helyszínére. A projektet tulajdonképpen 3 szakaszra bonthatjuk. Ugye az első szakasz 2005 nyarán történt a terep munka és a terep feltárás, amikor kiválasztásra kerültek a fiatalok. Nagyon erős kompetencia alapú felzárkóztató alapkompetenciák megerősítéséről beszélünk itt, aztán egy szakmai orientáció és végül is maga szakmatanulással az utolsó időszak. Most néhány táblázatot mutatok, amely felmérést, interjúkat a 2007 nyarán őszén végeztük, amikor már a projekt a végéhez közeledett, és egy tanulmányt készítettünk erről. És itt megnéztük a jelentkezési motivációkat, és ugye látjuk ezeket a motivációkat. Tulajdonképpen nyilván az elhelyezkedés. Érdekes ez a pusztán tanulni akar című megfogalmazás, megközelítés, mert hiszen a tanulás az tulajdonképpen mégiscsak egy eszköz, ezzel együtt hát ezt fogalmazták meg. Meg kell mondjam, azért a szürke hétköznapokban nem vált az olyan dominánsá, hiszen azért küzdeni kellett a célokért. Megkérdeztük azt, hogy könnyebb esetleg a programban teljesíteni a szakmai elemeket, amelyeken részt kellett venniük, mint amit előzetesen vártak, és igen, például a tanulás, teljesen más képük volt ugye a fiataloknak, hiszen ők mindannyian középfokról, jellemzően szakiskolából lemorzsolódott fiatalok. És a második esélynél nagyon fontosnak tartottuk, hogy egészen más módszereket alkalmazzunk az oktatásban, kommunikációban és egyebekben. Másodlagos szakma preferencia, tehát ugye választhattak a 3 közül, és az volt a kérdés, miután már a képzés vége felé jártunk, hogy vajon egyébként mást választott volna-e, vagy pedig megfelelő helyen van, és látjuk, hogy a 30-ból 7 fiatal ragaszkodott ahhoz, sőt nagyon is büszkék voltak, hogy ez nagyon jó, ez abszolút hozzám illeszthető. Néhányan meggondolták volna magukat, másra adták volna a voksukat, és megjelentek egyéb szakmák, tehát ezeket nyitott kérdésként megválaszolhatták. Tapasztalat az előzetes várakozáshoz képest megfelelt, ugye döntő többségüknél, illetve jobb a vártnál, tehát egy jó harmados arány, ez azt gondolom, hogy pozitív, és ugyanakkor volt egy ötödös arány, akik azt mondták, hogy rosszabb a vártnál. Jövőterv. Ami érdekes, hogy az általában dolgozom, ugye dolgozni fog, és a szakmában az mindösszesen 8. Ugye az előbb azt láttuk, hogy egyébként meg vagyok elégedve a szakmámmal,
jó az, amit tanulok, mégis a szakmában való elhelyezkedés lehetőségét, vagy jövőtervet 80 választották. Jövőkép változása a program hatására formált, ugye? Nyilván ez jövőkép formáló hatással is bírt. Ugyanakkor ez a 41%, tehát hogy tulajdonképpen annyira az életem nem változott, valószínűleg nem fog változni, ez is elgondolkodtató. Hatása, program hatása az elhelyezkedés résztvevők szerint. Látható, hogy háttérinformációként el kell mondjam, bizonytalanság volt a tanulók esetében, hogy tudnélik, látták a beruházások megvalósulását, és ők azt gondolták, hogy a projektnek van foglalkoztatási, fenntartási kötelezettsége. Ez nem volt benne a projektben, tehát a pályázatban. A képzés volt, a beruházások, és lehetőség szerint állást szerezni, illetve támogatni őket ebben a folyamatban. Ugye kétharmaduk úgy vett, hogy kismértékben növeli az esélyt. Munkavállalás elképzelése, ugye ez a Budapest, mint lehetőség, mint a célcsoportnak egy ilyen vágyott lehetősége magas arányban jelenik meg, miközben egy tanulónak, kettőnek volt Budapesten kapcsolata. Ezzel együtt Budapestre voksoltak legtöbben. Na és akkor ez volt a múlt, és mindösszesen 2-3 dián van a jelenről, ugyanis én évekkel ezelőtt már terveztem, hogy meg kellene nézni, hogy mi a helyzet ezekkel a fiatalokkal. Hiszen ez egy nagy projekt volt, nagy támogatással, gyakorlatilag minden alá volt téve a csapatnak. Hogy is állunk ezzel? Természetesen tudni kell, hogy a Berekben vagyunk, Vásáros Nemény térsége, egyébként is magas munkanélküliség, alig-alig születnek új munkahelyek, tehát van egyfajta ugye depressziós övezet abban a térségben, mint Magyarország körül felének, a kistérségi kiállások felében. És szóval, hogy is állunk? És sikerült az idei évben végül is 9 volt tanulóval találkoznom, és interjút készítenem. Annyit a többiekről tudtak, hogy vagy 3 körülbelül Budapesten vannak, és egy külföldön, Németországban vagy Ausztriában dolgozik. Senkinek nincs állása, akikről tudnak tehát, illetve alkalmanként alkalmi munkákból próbálnak élni. A 9 válaszadót mind Vásáros Nemében értem el, és nézzük, hogy két dia erejéig az eredményeket. El lehet mondani, hogy összességében az emlékek pozitívak, tehát összességében jó véleménnyel voltak a programról, az iskoláról, a tanárokról, a közösségről is, az egészről összességében. Ezen belül mik voltak a pozitívumok? A tanulási sikerek, ugye? Tehát nem gondolták volna, hogy ők valaha is szakmához jutnak. Maga a szakmaszerzés élménye, bár érdekes módon voltak, akik csalódottak amiatt, hogy mindenkinek sikerült az OK és vizsga. Ugye? Tehát az emlékképeikben nem feltétlenül ez jelenik meg. Jogosítványt nagyon fontosnak tartották, a külföldi utat, tehát leírták és elmondták, hogy bizony soha nem fognak eljutni még Franciaországba, és nem is gondolták, hogy eljutnak valaha is. Hazai kirándulások, családi napokat szerveztünk, és például az önállóság megerősödése is pozitívum. És akkor nézzük azért a negatívumokat is. Hát ugye tulajdonképpen amiért létrejött igazából ez a projekt, hogy szakmát szerzenek és próbáljuk meg elhelyezkedni, alapvetően nem tudnak elhelyezkedni a megszerzett szakmával. Akik dolgoznak, azok is, ahogy említettem, néhányan alkalmi munka és nem szakmai relevanciával. Szóvá tették azt, hogy a projekten belül megvalósuló beruházásokban nem a tanulók dolgoznak. Megjegyzem még egyszer, hogy nem volt egyetlen leírva, hogy már pedig ott a tanulók fognak dolgozni, de így logikus, azt gondolom, hogy projekten belül van egy képzéselem és egy beruházás, és ez egy ideális helyzet. Tehát ez ennyi pénzből egy ideális helyzet teremtődött, és ehhez képest nem ők dolgoznak ezeken a helyeken. A tanulási motivációkat többen is írták, tanulás és munkamotiváció, tehát hamar és könnyen megszűntek, ezt többen önkritikusan megfogalmaztak, hogy hát igen, lelkesek voltak az elején, de aztán elég hamar elpárolgott ez. Hozzá kell tennem, egyébként a szakmai stáb is mentortanárok voltak, szociálpedagógus, pszichológus, tehát mindenféle szakmaisággal föl volt vértezve a szakmai stáb is. Ugye, és egy szó szerinti idézetet is itt bemutatok. Jó volt, de mivel nem tudtam ehhezkedni, összességében csalódás. És aztán azt is megjegyezték, hogy,
hogy bár fölkészítettük, és munkaerőpiaci kapcsolatokat igyekeztünk a projekt utolsó fél évében erősíteni, és őket is önéletrajzírás, interjúk, tehát abszolút és munkaerőpiaci szereplőket hívtunk, előadásokat tartottak, tehát azt gondolom ez a projektelem ez rendben megvalósult, viszont amikor 2007. december 1-jel bezárult a projekt, akik bent laknak költözni kellett vissza esetleg, ugye az iskola bezárt, és saját lábukon kellett volna megállni, és ez bizony hiányolják, tehát az utánkövetés és mentorálást. Tehát arra a kérdésre, hogy második esély, az második esély, és ugye az európai etoszban, morálban benne van a második esély és a többedik esély hát lehetősége. Ha kemény adatot nézzük, ha indikátor szintjén néznénk, és azt mondjuk, hogy na és akkor hányan végezték el, tehát az indikátornak ezt a részét a projekt teljesítette. Tehát gyakorlatilag mindenki megszerezte az OK és végzettséget. De az, hogy ez tulajdonképpen csak eszköz és a fő cél a munkaerőpiacra történő jutás, ezt nem teljesítette a projekt. Kétségtelen tény, hogy egyebekben például jogosítvány, számítógépes ismeret, kommunikáció és számos olyan soft skillsben, hogy így nevezzem ezt a csoportot, vagy kulturális kompetenciákban erősödtek, ezt ők maguk is elismerik, és továbbra is bíznak egyébként abban döntő többségük, hogy el fognak helyezkedni, és alapvetően azzal a szakmával, amit tanultak. Köszönöm szépen a figyelmüket.